Helyi egyesületek is bemutatkoztak június elején Nagyecseden a megyei értéktalálkozón. Ők is pályázhattak a nemzeti együttműködési alap kihírásaira. Kevés olyan pályázati alap van, ahol a nyertesek aránya meghaladja a 70%-ot. Az alap programjait előző év októberében hirdetik meg, így a pályázati év elején már pénzhez juthatnak a civilek. Ebben az alapban idén 11 milliárd forint állt rendelkezésre, melyből több mint 588 millió forintot tudtak lehívni a megyei civilek. Szalai Bobrovnicki Vince, a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Máté Szalkán elmondta, a NEA mellett a városi és részben a falusi civil alap forrásaiért is felelnek. A NEA mellett két egyedi pályázati alap volt, amit elindítottunk, de azokat már évekkel korábban, a városi és a falusi civil alap. Ezekről döntés született idén. Jövőre ennek a kettő alapnak a sorsa azért még bizonytalan, a költségvetési nehézség miatt, de a Nemzeti Együttműködési Alap egy korábban nem látott összeggel egyébként, tehát jóval több mint 11 milliárd forinttal fog tudni működni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek jó hírek, tehát igazából kontinuitásról tudunk beszélni. Magyarországon mintegy 60 ezer civil szervezet működik. Ez európai viszonylatban a középmezőnybe sorolható. A helyettes államtitkár a civileknek tartott fórumon elmondta, a szektor számára elérhető forrásokat az elmúlt 4 évben megnégyszerezte a kormány. Megyei bontásban egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kifejezetten jól áll, tehát a pályázati összegek lehívása tekintetében jól szerepel a megye. És hát Magyarországon nagyon gazdag a civil élet, él és virul, számos pályázati forma van, most azon túlmenni, hogy mi a NEA keretein belül mennyi forrást osztunk ki, hogy most már több mint, illetve nem csak a NEA, hanem a többi pályázati alap, az most több mint 20 milliárd forint, azon túlmenően azért több mint 300 milliárd forint áll a civilek rendelkezésre különböző egyéb más minisztérium és önkormányzati pályázati formában, úgyhogy azt gondolom, hogy azt nem mondanám, hogy kifejezett forrásbőség van, de elegendő mennyiségű forrás van szerintem a civil életben. A városi civil alapból idén több mint 244 millió forintot, míg a falusi civil alapból összesen közel 446 millió forintot tudtak lehívni a megyében működő szervezetek. Szabolcs-Szatmár-Berekben jelenleg több mint 3200 civil szervezet tevékenykedik.